Megérkeztünk a Bánkító Fesztiválra, de egy kicsit még széjjel vagyunk, úgyhogy most az első feladat lesz megkeresni Rékát, és lehet, hogy éppen most hív. És igen, meg is találtuk. Hát most jöttem ki a parkolóból, nagy nehezen sikerült szerencsétlen autónak találni egy helyet, mert itt minden fontos, baszki, a fák, meg a tálna bébik, csak az autók, nem? Értetek ehhez a szarhoz? Műszaki ember vagyok, mint ő. Úgy vettem műszaki ember, mint én mávra. Lehet, hogy kéne egy terv. Azt a retkes mindenségét. Igen. Fogd meg. Maradj így. Egy ideig. Műszaki ember vagyok, nem satú. Itt vagyunk a Festői Klauzál téren gyakorlatilag, tehát abban a buborékban, ami ilyenkor négy napra, hány napra letelepül ide Bánkra. Németh Szilárd itt kapna instant szívszélhűdést, mert itt van az összes elképzelhető szélsőséges jogvédő és szatellitjeik, és a teljes közönségük is, bevallom, nekem ez a természetes környezetem. Nálad van egy üveg viszki. Az hogy van, hogy ide be lehet hozni dolgokat, és nem nézitek át a táskát, és nem rakatjátok le velünk még az abonát és a bejáratnál? Tehát ők nézik át. Nem nézik át. Nem tudom, hogy jöttél be, behoztad azokat a színvonalas dobozos gyümölcsleveket, amiket hoztál magadba, és nem vettél el. Ja, gondoltam, hogy ez a személyemnek szól. Nem. Szóval, hogy miért van? Hát alapvetően azért így nem nagyon szeretjük piszkálni a fesztiválozókat, meg egyébként mindenki tudja, hogy nagy tételben nem hozhat be italt, ami alkoholos ital, és a szíve is tartják az emberek. Hát így a fesztiválon kívül szépen berúgnak, megveszik a literes szörnyű bort, megisszák kint a stégen, most úgy beszélek, mintha nem csinálnék ilyet, és aztán bejövünk szépen, és nem fizetünk ide bent a fogyasztásra. Nekem a vendéglátósok még nem panaszkodtak. Nekem, mint vendéglátó, ilyenkor örülök, mert ilyenkor van igazán bevételünk, sajnos egyébként csendes Bánk, nem ennyire zsúfolt, természetesen azért a hétvégék meg nálunk csoportok is szoktak előfordulni, hogy azért igen, de ez a kiemelkedően legforgalmasabb időszakunk. Itt a fesztivál kulináriai csúcspontja, két lángos között egy nagy marha húspogácsa, az a zsírba csomagolt zsír, ezt fogom elfogyasztani, szerintem ez lesz az én signature ételem. Ez egy zsidó kulturális egyesület, ami a Bánkítót szervezi. Hogy kell a zsidó világ összeesküvésből kiigényelni az embernek a részét? Nem pontosan értem a kérdéset igazából. Azt mondják, hogy így árulod a hazát, és akkor nyilván kapsz ezért pénzt. Ja. Az hogy megy? Ja. Hát hogy igazából szerintem ez az ilyen zsidó világ összeesküvés dolog, meg az egész ilyen világ összeesküvés dolog, ugye az alapvetően egy ilyen, nem tudom, az embereknek valamilyen félelmeire építő ilyen. De nem azt akarod mondani, hogy ez kampányok. Nincs. De most azt akarod velem elhitetni, hogy ez nincs? Hát igen, mégis nincs ilyenek, nem? Tehát, hogy igazából az emberek ma... lesz. És a világ összeesküvés. A horgászok általában nem nagyon szeretik, hogyha a parton megmukkan valaki. Nem zavaró itt ez a fesztivál? Egyáltalán nem zavaró. Fogott már valamit ma? Fogtam két pontyot, csak kicsiket. Ha jól hallom, akkor a fesztivál minden bánki lakosnak ad ingyen jegyet. Ez így igaz. Ez annak idején, amikor kezdődött ez a fesztivál, az egy ilyen vívmányunk volt nekünk, és pozitívan álltak hozzá a szervezők is, és azt mondták, hogy minden további nélkül. Nekik fontos, hogy a bánki lakosok is egy kicsit saját nyugta kérdezzék ezt a fesztivált. Megnézzük a fiatalokat, hogy hogy élnek, hogy szórakoznak, és örülünk neki, hogy látjuk ezt az egész fesztivált olyan színben, hogy nekünk is tetszik végül, és visszaköszön nekünk is talán az az idő, amikor mi is fiatalok voltunk. Mintha lenne egy generációváltás, mondjuk még tavaly előtthöz képest is, hogy most sokkal több fiatalabb van. Ezt én is észrevettem, de azt gondoltam, hogy... Jó embertől kérdezem, mert te is túl fiatal vagy. Hát én 30 vagyok. Hát az sem is. Én 32. Wow. Az okay. Nő években 70. Ja, persze. Szóval ezt én is észrevettem egyébként, hogy talán mintha kicsit fiatalodott volna. Fürdőzők fölzavarják a vizet minden, és a halak kijönnek.
legelni minden. Hát az iszapot túrják meg minden, és akkor... Annak idején ezekkel a itt nyaraló fiatalokkal még futballoztunk, mi Bánki gyerekek a focipályán, ahol gyakorlatilag a focipálya még itt volt, ahol most a nagy parkírozó van, és alig vártuk, hogy heti váltást történjen ebbe a táborba, és mindig új csapattal futballoztuk. Bánk az mégiscsak egy speciális helyszín. Ez volt az a hely, ahol Leveleki Eszter vezetésével, és aztán sok más ember átvette, már a Rákosi korszak alatt is, a legkeményebb években is ide jártak azoknak az embereknek a gyerekei nyaraltatásra, akik úgy szólván átmentették ezt a fajta ilyen kritikai értelmiségi attitűdöt. Tehát alapvetően igen, körúton belüli vagy a körüli belvárosi értelmiségiekről van szó, akik próbálták megőrizni az identitásukat, meg a valahova tartozásukat, meg az élményüket, és ide jártak az ő gyerekeik időnként akár két egész hónapra a tóban ázni, Leveleki Eszter felügyeletével, és ez mégiscsak egy ilyen szimbolikus, egy ilyen erős szellemiségű helyszín. És ezt mondta te is, hogy ha nem is konkrétan emiatt jöttetek ide, de hogy a faluban érezni ennek az örökségét. Igen, tehát itt ennek van ennek az egész Leveleki Eszter hagyománynak, ami azért alapvetően egy ilyen ellenkulturális, legalábbis az oktatásban megvalósuló ilyen ellenkulturális kezdeményezés. Vált. Itt falun általában, ha esik az eső, esernyőt használnak az emberek. És ezek elindultak onnan lentről a Leveleki Eszter iskolájába, és akkor esőköpenybe, kettesével, hármasával mentek a falun, mint ahogy most is látjátok őket. Egyszerűen megfogalmaztuk magunknak, hogy mi azt próbáljuk itt megcsinálni, hogy valamilyen ideális világot, amiben mi magunk jól éreznénk magunkat, egy olyan világot teremtsünk, és akkor vagy oda invitáljuk azokat az embereket, akiket ez így érdekel. Ez a Leveleki Eszter, akit annyit emlegettünk, egy alternatív pedagógus volt, akit a két világháború között óvodákban és bölcsödékben képeztek ki, és aztán a Rákosi korszakban eltiltották a szakmájától. Mindenféle dolgokat csinált, többek között esőkabátot hegesztett, és ebből élt évközben, valamint bevezette már a háború előtt 38-tól egyébként egy alternatív cserkész csapat formájában a bánki nyaraltatásokat. Tehát ez egy külön sajátos cserkész szekció volt, ami hát na ez az, ezek körúton belüli rendes, felvilágosult értelmiségiek voltak, akik aztán egészen 78-ig, tehát sok-sok nagyon kemény évtizeden keresztül ide küldték a gyerekeiket nyaralni, évről évre. Ez egy óriási luxus és privilégium volt azoknak, akik ide tudtak jönni, és egyfajta búvópatakként őrizte meg ennek az ellenálló, vagy ilyen-olyan értelmiségnek a saját státuszát. Innen van Bánknak ez a furcsa mitológiája, innen van a nyaralta szónak ez a furcsa mitológiája, amire annyit utalgatunk ma is. VIP Super, Lacoste Stage, senki nem lakozik benne, illetve itt vannak a rezidens DJ-ink. Tippek vagytok. Fuck yeah! Mit játszatok, haver? Bármit. Hogy látod, hogyha jó, van közt egy választás, de hogy ha esetleg mégse sikerül visszaszerezni az országunkat, lesz megint egy kétharmad, akkor lesz jövőre bánkító? Szerintem lesz bánkító, vagy hogyha nem tudom, nem bánkító. Horgasztóként biztosan. Ha nem bánkítónak hívják, vagy nem tudom, vagy nem így tud megvalósulni, akkor is lesz valami. Eddig még egyszer sem nézed be a Bánkító Fesztiválra? Hát be szoktam nézni minden, de különösebben inkább csak a horgászat érdekel.